Mit mondott Szentgyörgyi Albert, aki a Nobel-díjat tulajdonképpen a C-vitaminnal kapcsolatos kutatásaért, vagy a C-vitamin szintéziséért kapta. Ő azt mondta, hogy szerinte annyira fontos a C-vitamin, hogy az üzletek polcain 1 kg-os kiszerelésben ott kellene állni a liszt, a cukor vagy a só mellett. Mikor okoz betegséget a vitamin? Nézzük meg, mit mond erről a Nobel-díjas professzor. A vitamin olyan anyag, amely akkor okoz betegséget, ha nem esszük meg. Dr. Lenkei Gábor és Dr. Gödény György. Szentgyörgyi Albert 1937-ben kapta meg az orvosi Nobel-díjat. 1939-ben megfogalmazott egy jóslatot. Idézem. Ha pontosan megértjük a vitaminok működését, és megfelelően alkalmazzuk őket, akkor az emberi szenvedést olyan mértékben tudjuk majd csökkenteni, amit ma még a legnagyszerűbb elme sem képes elképzelni. A vitaminok egyszerű élelmiszerek. Szükségünk van arra, hogy minden nap elegendő mennyiséghez jussunk. Ha nem viszünk be elegendő vitamint, akkor egy deficitet hozunk létre a szervezetünkben. Olyan ez, mint amikor keresünk valamennyi pénzt, a fizetésünk valamire elegendő, tehát ki tudjuk fizetni az élelmiszereket, esetleg a lakbért, de már a rezsire mindig kölcsön kell kérnünk. És ez egy halmozódik, ez a kölcsön egyre több lesz. És egyszer csak jön, aki kölcsön adott nekünk, és visszakéri a pénzt. És a szervezet azt mondja, hogy már nem tudok működni ilyen vitamin deficittel, és jönnek a betegségek. Ez legyen akár különböző daganatos problémák, vagy legyen szívérendszeri, vagy esetleg valami agyi történés. És nem tudjuk, hogy miért van ez. Ez azért van, mert az elmúlt években, évtizedekben jóval kevesebb vitamint fogyasztottunk, mint amire szükség van. Így van. Az emberiséget sújtó betegségek nagy részét, hanem a többségét nem valami, hanem valaminek a hiánya okozza. Ezeket nevezzük hiánybetegségeknek. Tehát különböző enzimatikus folyamatok nem mennek végbe teljes mértékben, különböző anyagcsere folyamatok, anyagcsere maradékok és különböző vegyületek felhamozódnak a szervezetben, a szervezet már nem képes vele megbirkózni, és ekkor üt be a krach. Ha valaki azt állítja, hogy a szokványos étrend képes ellátni minket elegendő mennyiségű vitaminnal és ásványi anyaggal, akkor az illető vagy tájékozatlan, vagy megpróbálja félrevezetni ön. Kiegyensúlyozott étrend. Mit is értünk kiegyensúlyozott étrenddel, amivel ugyebár nem érnek fel a táplálék kiegészítők? Megfelelő mennyiségben tartalmaz az étrendünk makro- és mikrotápanyagokat. Mondjuk fehérjét, lehetőleg sovány húsok vagy halak fogyasztása során, megfelelő mennyiségű szénhidrátot, lehetőleg nem egyszerű cukrokat, hanem összetett szénhidrátot, zsírt, lehetőleg nem telítetteket, hanem telítetleneket és omega-3 zsírsavakban gazdagokat, megfelelő mennyiségű rostot, vitamint, ásványanyagot és nyomelemet. Nézzük meg, hogy miből lehet ezt felezni manapság. Tehát ha megnézzük azt, hogy a növények és a különböző élelmiszerek beltartalmi értéke milyen mértékben csökkent az elmúlt 50-100 évben, akkor meglátjuk azt, hogy ez szinte lehetetlen küldetés. Ha valaki nekem ma Magyarországon összeállít egy olyan kiegyensúlyozott teljes értékű étrendet, amely megfelelően tartalmazza az előbb említett anyagokat, megfelelő mennyiségben, megfelelő formában és megfizethető legyen, emellett még nem baj, hogyha ökológiailag ellenőrzött gazdálkodásból származik, tehát biotermék, és mindezt most évszakonként, évszaktól függetlenül összetudja állítani, évszaktól függetlenül megtartalmazza azokat az anyagokat, azt én egy külön díjjal fogom jutalmazni. Az élelmiszereink vitamin és ásványanyag tartalma zuhanó repüléshez hasonló módon csökken. Csak néhány illusztráció. Az első példa a karotin, amely az A-vitamin előanyaga. Ez azt jelenti, hogy a szervezet képes karotinból A-vitamint előállítani. Nézzük a számokat. A sárgarépa karotin tartalma a vizsgált időszakban 40%-kal csökkent, maradt 60%. Az azóta eltelt időben ez a helyzet tovább romlott. Nézzük meg, hogy 1000 mg C-vitamin mennyi gyümölcsben található. Mondjuk citromból, narancsból kell 2,5 kg.
Paprika az sokkal jobb, abból csak olyan 1,5 kiló kell. De ha megnézzük őszi barackból, abból már 14 kiló, almából meg több mint 20. A szokványos táplálkozás még annyi vitamint sem biztosít számunkra, amennyi ahhoz kellene, hogy a testi állapotunk legalább megközelítse a természetesnek tekinthető magas szintet. Nincs miből tartalékokat, raktárakat képezni. Ezek a tudományos tények. A hatóságoknak fel kellene hívniuk erre a figyelmet. Miért nem teszik? Dacára annak, hogy ők is tisztában vannak ezekkel a tényekkel? Ha elolvassa a Cenzúrázott Egészség című könyvem, amelyet rendszeresen az aktuális köztársasági elnök, miniszterelnök, miniszterek és országgyűlési képviselők kezébe adtam, akkor választ kap erre a kérdésre.